Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi változik az élet utadon? Így hívom ezt a jóslást. Ez egy általános kivetés, de biztos vagyok abban, hogy valami szól neked is, hiszen nincsenek véletlenek, az sem véletlen, hogy te éppen most ezt a videót megnézed. Ezért szeretnék köszönetet is mondani. Megvan arra is a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, mi változik az életedben, a díjam 4000 forint, indiai asztrológiával kiegészítve 10000 forint. Megnézzük most a jelenlegi helyzetet. Itt láthatóak az arany érmék. Tulajdonképpen itt van nyereség, minden gyönyörű körülötted, vannak lehetőségek, ez lehet egy stabil párkapcsolat, vagy nyeremény, vagy egy jó munkahelyi ajánlat. De a 9-es szám úgy hat, mint egy kerítés. Amikor úgy érzed, itt vannak korlátozások, nem tudod, hogy mi van a kerítés mögött, nem tudod, hogy tudnál átmászni ezen a kerítésen. Lehet, hogy te saját magad korlátozod a helyzetet. Hogyan tudnál ezen javítani, mire kellene odafigyelni? Itt látható egy bokor, olyan, mint egy feldíszített karácsonyfa. Ott ragyognak az arany érmék. És ez a férfi lehet egy férfi, de jelentheti a te tartásodat is. Mire figyelsz oda? A bokorra. Ezekre az érmékre. De ez nem a tiéd, ez másoké, azoknak a tehetsége, vagy a gazdagsága, vagy a szerencse. Arra figyelsz oda. És eközben nem veszed észre azt, hogy előtted ott van egy aranyérem, ami a tiéd. Le kellene hajolni, fel kellene venni, ennek tudatában lenni, odafigyelni erre, a te tehetségedre, a szépségedre, a lehetőségekre. Változtass valamit a tartásodon, és ne hasonlítsd össze magadat másokkal, hiszen te vagy értékes. Megnézzük a múltat. Ez nem csak az ifjúságot jelenti, hanem kármikus témákat is, mindazt, amit átéltél a korábbi életedben. Itt látható a főpapnő őrzi a sorsok könyvét. Tehát annak idején is úgy volt, ahogy ez meg volt írva a sorsok könyvében, de te kicsit vaciláltál, tegyem vagy ne tegyem, jó ez vagy sem, így döntsek, vagy úgy döntsek, így elmúltak a lehetőségek. Ez a főpapnő jelentheti azt is, hogy annak idején is megvolt a tudásod, a bölcsességed a spirituális területen. De nem merted ezt megvalósítani, hiszen nem bíztál magadban, ezért vaciláltál hol jobbra, hol balra, nem tudtad, hogy mi az, ami igazán fontos számodra. Lehet, hogy ez a téma most visszatér, és el kellene fogadni azt, hogy te tehetséges vagy, és tudsz a spirituális területen dolgozni. És hogyan tovább, hogyan vagy mi változik az élet utadon, ezt megnézzük itt ezeknél a kártyáknál. Itt látható, hogy fáradt és kimerült vagy. Itt vannak fájdalmak, emlékek a múltból, a férjem tüsszentett éppen a másik helyiségben, de bizonyára hallható volt. Tehát fáradt vagy és kimerült. Itt vannak fájdalmas emlékek a múltból. De itt ez a főpap esküszik valamire. Tehát az a fontos, hogy legyen meg a hited, lesz segítség. Sőt,
itt látható a győzelem, győzöl az ellenség felett, vagy győzelem lesz a félelmeid felett. És itt megjelenik két férfi, az egyik átnyújtja neked ezt az arany érmét, hiszen megbecsül téged, értékes vagy számára. Ez a kép lehet egy nyeremény is, vagy egy jó szerződés, egy munkahelyi ajánlat is. Itt pedig érzelmekről van szó, ez a férfi érzelmekkel közeledik hozzád. Tehát változik valami a munkahelyen, változik valami a párkapcsolatot illetően. Az a fontos, zárd le a múltat, a fájdalmas emlékeket. Legyen meg a hited, és hallgassa fő papnő tanácsára. És ez volt, ez az általános jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!